Máté egy csoda. Ő az az ember, én nála türelmesebb és mosolygósabb embert nem ismerek. Ő az az ember, aki minden áldott reggel kisenyítja a szemét, de mosolyog. Mosolyogva ébred, minden áldott reggel. 6 gyermekem van, közülük 2 élnek fogyatékossággal, akik különleges figyelmet és törődést igényelnek. Ami egy ilyen helyzetben nagyon, nagyon sérülékeny tud lenni, az a párkapcsolat, mert hogy nagyon kevés időt tudunk egymásra fordítani, illetve az épp egészséges testvérekre fordítható szabadidő. Nálunk is voltak, akik azt mondták, hogy de hát ezzel az egészségeseket veszélyeztetem, az őtőlük vonok el, hogy ha nem adom be intézetbe az egyiket, vagy mindkettőt. De hát ezzel hogy nézek szembe anyaként? Nem tudom megtenni, és nem is akarom. Jártam egyébként nagy intézményben, és egyszerűen képtelen voltam elhinni, hogy egy ápolónőre 20 és 40 közötti ápolt jut. Ez fizikailag képtelenség. Mennyi idő jut arra, hogy rámosolyogjak, hogy egyáltalán bármilyen szinten figyelembe vegyem, hogy ő ember is akar valamit. Egy jótékonysági sporteseményen összeúztunk egy halompénzt azért, hogy lélegzetnyi időt adjunk sérült gyermeket nevelő szülőknek. Ez is a program címe, hogy adj egy lélegzetnyi időt. Ezek az anyák 8 óra ingyenes gyermekfelügyeletet kapnak. Volt olyan anyuka, aki a 8 órájának egy részében elment fodrászhoz, és elsírta magát, amíg mosták a haját, mert azt érezte, hogy most valaki vele is törődik. Tehát, hogy azok a szülők, akik sérült gyereket nevelnek, minimális, vagy még talán annál is kevesebb időt tudnak magukra fordítani. És a terhelésük viszont azt gondolom, hogy nem átlagos. Egyetlen dologgal lehet szerintem hasonló helyzetben levő embereket megszólítani, talán azzal, hogy mit segíthetek.